Módosítottak az ösztöndíjak odaítélési feltételein az új tanévben. A változtatások szerint számos vidéki tanuló nem lesz jogosult szociális ösztöndíjra. A tanügyminiszter szerint nincs ok aggodalomra. Hétfőn jelent meg az ösztöndíjak odaítélésének új kritériumait szabályozó miniszteri rendelet a hivatalos közlönyben. A legnagyobb vitát annak a szociális ösztöndíjnak az eltörlése keltette, amelyet más településre iskolába járó tanulók kaphattak. Az Országos Hallgatói Tanács azzal vádolta a szaktárcát, hogy nem közvetítette nyilvánosan az ösztöndíjak odaítélésének kritériumaiban bekövetkezett változásokat. Molnár Zsolt ombudsman helyettes híradónknak azt mondta, a rendelkezés csak tovább mélyíti a vidéki és a városi diákok közötti szakadékot. Ilyen szempontból van egy komoly jogi probléma is, hiszen a transzparencia, az átláthatóság az a román törvények szerint kötelező, tehát minden törvényerejű rendeletet kötelező közvitára bocsátani. Ezt a minisztérium elmulasztotta megtenni, és éppen ezért ez a rendelet konkrétan támadható bírósági eljárás által meg lehet szüntetni. Szorin Kümpiánó oktatási miniszter szerint azonban a szándékot félreértették, az ösztöndíjat úgy módosították, hogy csak a valóban nehéz szociális helyzetben lévő, illetve jó teljesítmény nyújtó diákok legyenek a kedvezményezettek. Jelenleg szociális ösztöndíjra az alacsony jövedelemmel rendelkező családokból származó tanulók, a krónikus betegséggel vagy a fogyatékossággal élő diákok, az árvák és a félárvák jogosultak. Ennek értéke havi 200 lej, melyet egész évben folyósítanak. Ha kiterjesztenénk a szociális ösztöndíjat a magas vagy nagyon magas jövedelmű családokból jövő diákokra, éppen a nehéz helyzetben levő diákoknak ösztöndíjainak kifizetésével lennének nehézségeink. Ezzel előkészítjük azt az új rendszert, amely akkor lép érvénybe, amikor a művelt Románia oktatási törvényeit elfogadják. A kormányinfón elhangzott, hogy a jövő heti kormányülésen duplájára növelhetik a közlekedés elszámolására szánt eddigi összeget, attól függően, hogy mennyibe kerül az adott megyében a havi bérlet. Erre minden ingázó jogosult, a különböző ösztöndíjak pedig halmozhatóak. A 200 lejes szociális támogatáshoz hozzáadhatják a közlekedési támogatást is. Azt a hírt, hogy a diákokat megfosztják a szociális támogatástól, egyenesen fake newsnak nevezte a miniszter.